Bármilyen kolbász szalámit készítünk, fontos a jó minőségű darált hús, melyet legjobb, ha magunknak darálunk le a megfelelő húsokból. A hús és a szalonna aránya általában 70-30 vagy 75-25% legyen, persze ez ízlés kérdése, lehet ettől eltérő is. Az így kapott darált húsban tudjuk, hogy mi van, és bizony ez nagy előny a boltokban vásárolt, előre ledarált húsokkal szemben. És akkor egy tipp ahhoz, hogy a darálóból hogyan nyerjük ki a húst a végén, amikor az már magától nem jön ki. Tépjünk le zsírpapírból vagy sütőpapírból nagyobb darabokat, és egyszerűen tegyük a darálóba, ez kinyomja a maradék húst. Ugyanakkor a daráló nem darálja le a papírt, a végén kivehetjük és eldobhatjuk. A házifüstölés.hu webáruházban kaphatók ám különböző fűszerkeverékek is, ezeket csak a darált húshoz kell adnunk, és kész is a töltelék. Az egyik ilyen a Bajor grillkolbász fűszerkeverék. Fogjuk a fűszerkeveréket, és egyszerűen hozzáadjuk a gondosan kimért húshoz, és összekeverjük. Már most kitűnő illata van. Addig keverjük, míg a töltelék el nem válik az edény falától. Ezután pihentetjük kissé. Hurkatöltőbe tesszük, és bélbe töltjük a tölteléket. Gusztusos darabokra méretezzük, hajtogatjuk. Ezzel el is készült a házi friss Bajor grillkolbász, mert rendkívül finom, és tudjuk, hogy milyen húsból készült. Süthető sütőben, grillen vagy smokerben. Igazi íncsiklandozó csemege. Nincs más dolgunk, mint meggrillezni és fogyasztani. Jó étvágyat kívánunk!